Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják. Ellátogattak a hagyományok házába, és finom vacsorával zárták a napot a Hargita megyéből érkezett vendégek Csíkós Töttösön. Az esemény célja a kapcsolatok további elmélyítése és még szorosabb együttműködés kialakítása. Hargita és Tolna ugyanis 2018 óta ápol testvérmegyei kapcsolatot. Hargita megyéből érkezett egy 18 fős delegáció a Tolna megyei Csíkóstöttősre. Az erdélyi vendégek a településen egy éve átadott hagyományok házába látogattak el először. Hargita és Tolna hivatalosan 2018 óta testvérmegye, de a kapcsolat már több éve tart. Számos területen van együttműködés Hargita megye és Tolna megye között, az oktatás, a kultúra, az értéktár vonatkozásában, de egyébként kereskedelmi kapcsolatok is vannak kibontakozóban. Nagyon jól érezzük magunkat, itt nagyszerű emberek között vagyunk, lenyűgöz engem személy szerint maga a táj, az emberek, a falvak rendezettsége, a szívélyesség, amivel bennünket fogadtak, és nagyon egy kerékre jár az eszünk, hál' Istennek, és könnyen megtaláljuk a hangot egymással. Mi azt szeretnénk, hogyha Tolna megye és Hargita megye között ez a kapcsolat oly mértékben elmélyülne, megerősödne, hogy azok a közös tervek, melyeket Fehér Tamás elnök úrral közösen már elkezdeményeztünk, lebonyolítottunk, azok további életteret, erőt nyerjenek népünk, nemzetünk javára a közösségeink érdekében. Számos testvértelepülés is van egyébként Tolna megye és Hargita megye között, testvér megye is, Hargita megye és Tolna megye, és államtitkár úr, Potápi Árpád János államtitkár urat idézve, Hargita és Tolna megye testvérmegyei kapcsolata mintaszerűvé vált, számos más testvér megyei kapcsolat számára modellértékű az, amilyen együttműködés zajlik a két megye között. Ezt a találkozót még Pintér Szilárd Csíkóstöttős korábbi polgármestere kezdeményezte. Bármennyire is meglepő ez az ígéretem, hogy mai találkozunk Hargita megyei delegációban, még augusztusban hangzott el, akkor én Csíkóstöttősen voltam polgármester, ma már Dombaváron vagyok, de azt gondolom, hogy az adott szó az nagyon fontos, és mindezek ellenére, hogy nem vagyok majd polgármester, nagyon örülök, hogy azon a településen, én a mindennapjaimat éltem 52 éven keresztül, ide érkezett ez a delegáció. Azt gondolom, hogy a mai nap is tartalmas volt, hiszen én ma este találkoztam csak a csapat tagjaival, és ők mindenféleképpen azt mondták, hogy érdemes ott eljönni. Olyan szakmai tapasztalatcserén vagyunk túl, amely ezt a kapcsolatot tovább tudja építeni, és remélem, hogy már Dombavár polgármestereként magam is, és Dombavár is haszonló évezője lesz ennek a mai napnak rövid távon. Kreb Imre, Csíkóstöttős jelenlegi polgármestere elmondta, korábban már Tolna megyeiek is ellátogattak erdélyi testvértelepülésekre, most pedig szívesen fogadják Hargita megye vendégeit. Mi is be tudunk mutatkozni a vendégeinknek, és bízunk benne, jó szívvel fogadják el a meghívásunkat, és látják azt, amit mi próbálunk tenni ezért a közösségért, és talán együtt akkor most már a következő időben Dombovárral, Töttössel és a környékkel. Vendégfogató falu vagyunk, nem véletlenül van ez a turista ide váró projektünk, amiben ugye látjuk a hagyományok házát, van a kilátó, van a horgásztó, amire szervezzük mi itt a turisztikai programunkat, és várjuk a környék gyerekeit és a vidéki külföldi vendégeinket is. A két megye közötti kapcsolatot a jövőben még szélesebb körben szeretnék kiterjeszteni, mondta Fehérvári Tamás. Nagyon szeretnénk kiterjeszteni minden olyan területre ezt az együttműködést, ami az embereket érdekli, érinti, és amiből a két félnek, akár bármelyiknek lehetőségei lesznek a következő időszakban. Most vannak az alapok lerakásai, ami azt jelenti, hogy felmérjük azt, hogy milyen közös területek lehetnek azok, amelyen tudunk együttműködni. Különbözők egyébként a két ország közigazgatása, hierarchiája ilyen téren, úgyhogy meg kell találnunk azokat a közös pontokat. Az biztos, hogy enni fogunk együtt jó párszor, és reméljük azt, hogy jól is érezzük magunkat, mert azt gondoljuk, hogy a barátságok kialakulása az óriási mértékben segíti ezeket a kapcsolatokat. Hogyha lesznek barátaink, és nekik viszont tőlünk, akkor már könnyebb lesz az egymáshoz való átjárás, és akkor könnyebben megtaláljuk a közös érdeklődést, közös lehetőségeket, hiszen ez arról is szól, hogy hát, ha együtt tudunk működni, akár az uniós források felhasználásában, akár olyan gazdasági együttműködésben, amely a két területnek mindegyik számára előnyös.
a Tolna megyei közgyűlés alelnöke is részt vett a találkozón. Orbán Attila egyébként szintén erdélyi származású, így nagyon örült ennek a lehetőségnek. Nagyon sok ismerős találtam a hargitaiak között. Kiderült, hogy Brassóból eltelepültek többen is, elszármaztak Hargita megyébe, szomszéd faluból származó hargitai delegáció tag is van. Hát nagyon érdekes volt ez, hogy milyen kicsi is a világ tulajdonképpen, és az az érzésem, hogy illetve megerősödött bennem az az érzés, hogy igazából mi összmagyarság egybe tartozunk, és az, hogy most éppenséggel én Tolna megyében élek, és ők Hargita megyében, ez nagyon egyre szűkebb lesz a világ számunkra, és az összetartozás az egyre fontosabb és egyre erősebb kell legyen. Hát az én életem úgy alakult, hogy most itt élek Tolna megyében, de ők meg ott élnek most Hargita megyébe, de mondtam is nekik, és tényleg ez az érzés van bennem, hogy ne vendégként tekintsünk egymásra, hanem akár mi oda megyünk, akár ők ide jönnek, érezzük mindannyian otthon magunkat. Hargita megyében is Tolna megyeiek, és hargitaiak is itt Tolna megyében. A találkozót egy finom vacsorával zárták. Ez az alkalom jó lehetőség volt arra, hogy a két testvér megye elmélyítse kapcsolatát és további barátságokat alakítsanak ki, hangzott el az eseményen. Minden szentek ünnepén és halottak napján országszerte megemlékeztek elhunyt szeretteikről az emberek. Dombóváron is ugyanígy tettek, ám mint minden évben, idén is az első és második világháborúban hősi halált halt katonák emlékét is megtisztelték személyes történetekkel és koszorúzással. A naptárban számos olyan esemény van, amikor elesett hősöktől emlékezünk. Ilyen az első világháborút lezáró trianoni békeszerződésre való megemlékezés, a második világháború vagy a holokauszt áldozatai iránti főhajtás. Azonban egy olyan ünnep van Magyarországon, ami az elhunyt szeretteinké, ez pedig a Minden Szentek ünnepe és a Halottak napja. Dombóvádon is megemlékeztek az első és második világégésben elesett hősökről. Megemlékezésünk a Halottak napja tiszteletére szólt. A két borzalmas világháborúban Dombóvárnak majdnem 1200 hősi halottja volt. 1200 halott, 1200 család, hány ezer gyermek sírathatta testvérét, édesapját, rokonát a két háború következtében. Mindig arra kell, hogy intsen bennünket a világháború borzalma, hogy vigyázzunk nagyon a békére, hogy könnyen ne gyújtsunk tüzeket, veszélyes tüzeket ne gyújtsunk sosem, hogy vigyázzunk a békére, hogy ne kerüljön arra sor újra, hogy vésni kelljen újabb neveket a dombóvári hősök szobrára. Mert hát ez következett be. Az első, a nagy háború után egy méltó emléket állítottak az akkori község lakói, az elhunyt dombóvári emberek számára. De hogy alig telik el 20 esztendő, és egy újabb világégés következik, erre senki nem gondolt még annak idején. És a második világháborúban sokkal többen haltak meg Dombóvárról. De a második világháború utáni politikai rendszer nem engedte meg, hogy a háborúban elhunyt magyar katonákra emlékezhessünk. Csak a szovjet sírok kapták meg akkora megfelelő tiszteletet. A koszorúzás szervező egyesület elnöke azt mondja, a kommunizmus végéig nem sikerült méltó módon megemlékezni az elesettektől, azóta azonban szívós kutatómunkát végezve sikerült a hősök nyomára bukkanni és nevüket felvéshetni az emlékműre. A rendszerváltás után viszont a szabadság hangulatában azonnal elkezdte a Dombóvári Városszépítő Egyesület összegyűjteni a neveket, mert még csak névsorunk sem volt, még csak neveket sem őrzött, semmiféle album, semmiféle emlékkönyv, amire vigyázhattunk volna, vagy amelyre emlékezhetnénk.
Több évig tartó munkájában Szőke Sándorné, Marika néni vezetésével végeztük, szinte házról házra járva Dombóváron, keresve az elhunyt második világháborús hőseinket. És anyagi erőnk ismeretében nem mertünk vállalkozni egy újabb emlékhely kialakítására, így aztán úgymond helyet kaptunk az első világháborús emlékmű talapzatán, újabb márványtáblák felhelyezésével. Így aztán ezen a kis emlékoszlopon már majdnem 400 név simul egymáshoz, és a rendszerváltás óta minden esztendőben, ilyenkor halottak napja környékén is emlékezünk rájuk. Takács Istvánné maga is beszédet mondott a megemlékezésen, ahol azt emelte ki, hogy a két világháborúban hősi halált halt katonák közül rengetegen idegen földben vesztették életüket, és a családtagok nem is tudják hazaszállítani a holttestüket. Az elnöknek személyes története is van, az egyik felmenője halt hősi halált az első világháborúban. Van személyes történetem nekem is, mert az én nagyapám is itt van, neve itt van a dombóvári hősök között. Úgy halt meg 23 éves korában, hogy a házasságát követően nem sokkal került ki a keleti oroszországi frontra, és akkor még nem tudta, hogy kis feleségét, ifjú feleségét, a szépséges Máriát áldott állapotban hagyta itt. És amikor ő 15-ben tavaszán elhunyt, akkor már megszületett idehaza a gyermeke, de nem tudott róla. Édesanyám úgy született, hogy nem volt édesapja. Az én életemet is rendkívül befolyásolta. Az, hogy édesanyámnak, a gyermeknek, édesanyámnak soha nem lehetett boldog pillanata, perce. Egy özvegynek, egy árvának mosolyogni, nevetni, boldognak lenni, sem fiatal korában, sem később nem lehetett. Nekik mindig a szomorúság, a bánat jutott. Talán édesanyám is csak az unokáiba tudott majd tudott később feloldódni. A maga kis életében soha nem, éppen ez a nagyon mély gyökerű bánat, szomorúság nem hagyta, egész életében elkísérte. Nagyon sokáig élt, szerencsére 94 éves koráig. Szoktuk mondani, hogy 23 éves édesapja helyett is élte az életét, az égiek segítették. Az első és második világháborúban több mint 1200 dombovádi lakos hunyt el, közülük csak 396 katonának található a neve az emlékművön. A világ csodái felfedezések kora. Ez a jelmondata az idén 14. alkalommal megrendezett Múzeumok őszi fesztiváljának. Az országos programsorozat elsődleges célja, hogy bemutassa a múzeumok sokoldalúságát. Dombóváron több érdekes előadást is meghallgathattak a látogatók. Legutóbb a város gimnáziumának történetével ismerkedtek meg az érdeklődők. Az elemiskolai műveltség már kevés. Jöjjenek az iskolák, kellene! A dombóvári gimnázium épületének történetével ismerkedhettek meg azok, akik ellátogattak a Múzeumok őszi fesztiválja programsorozat rendezvényére. Az országos eseményt idén már 14. alkalommal szervezték meg. Dombóvár már több programnak is helyet adott. Az idei Múzeumok őszi fesztiválja a felfedezők és a világ körüljárókat helyezi előtérbe. Mi eddig a Széles Lajos, ugye NAK szülötte, illetve Dombóváron is jeles utat járt be, őre emlékeztünk igazán tartalmas előadásba, illetve Kárnémet András a Szekszárdról érkezett hozzánk, ő pedig a gimnáziumi egykori tanárairól tartott előadást, illetve az 1919-es évek tamási ellenforradalomról, illetve ahhoz kapcsolódó dombóvári vonatkozásokról is beszélt, illetve volt a felfedezőkhöz visszakanyarva Sasflóráról is, magyar felfedezőnőnkről egy igen érdekes előadás, az Afrika Kutatóintézettől érkezett hozzánk az előadó, illetve most pedig Takács Istváné dombóvári helytörténeti kutatónk tart előadást a dombóvári gimnázium épületéről, ami idei 90 évét ünnepli. Az előadások sokkal több embert vonz be. Ez egy kicsi múzeum, a programjaink is nem
bővelkedünk nagyon sok programra, de például egy ilyen múzeumok őszi fesztiválja, illetve mondjuk a múzeumok éjszakája is lehetőséget teremt arra, hogy egy nagyobb rendezvénysorozatot le tudjunk bonyolítani, és ezért is ugye nem csak helyiek, de a környéki városokból, településekről is sokan ellátogatnak ide hozzánk. Az alpolgármester szerint ez az eseménysorozat egy nagyon jó kezdeményezés. Kerényi Zsolt hangsúlyozta, az egész országban fontos, hogy kellő figyelmet fordítsunk a múzeumokra, de Dombóváron még nagyobb jelentősége van. Kultúrembereknek szeretnénk vallani magunkat, és ezért fontos a kultúrának minden szegmensével foglalkozni, így a múzeumokkal is. Úgy tűnik, mintha ez egy kicsit kezdene kimenni a divatból. De látva a mai rendezvényt, ami a beszélőházak sorozatnak, vagy beszélőépületek sorozatnak egy újabb állomása, azt kell mondanom, hogy hála Istennek nem. Mert kicsinek bizonyult a terem, ahova tervezték, és egy kivetítővel egy másik termet is be kellett vetni, hogy elférjenek az érdeklődők. És óriási öröm volt ezt látni. Dombóváron egyébként talán azért van nagyobb jelentősége, mert működik egy nagyon lelkes egyesület, a Városszépítők Egyesülete, akik rengeteg mindent értek már el a városban, és nagyon lelkesen és eredményesen dolgoznak. Többek közt itt a hátunk mögött látható épületnek a közgyűjteményé válása is a ő kezük munkája, ami óriási öröm a városban. A múzeumok őszi fesztiválja programjai nem csak az aktuális előadások, rendezvények miatt jó alkalmak a kultúra ápolására, hiszen magát az eseménynek otthont adó múzeumokat is közelebb hozza a látogatókhoz. Dombóváron is várják állandó és időszakos kiállításokkal az érdeklődőket. Jelenleg egy állandó kiállításunk van, ezek egészen az őskortól Dombóvár rendszerváltásáig, a dombóvári rendszerváltásig kíséri végig a város történetét, illetve jövő héten 12-én délután nyílik egy festménykiállításunk is, egy dombóvári szülött festőművésznek a kiállítását tekinthetik majd az ide látogatók. A fesztivál célja tehát bemutatni a múzeumok sokoldalúságát, hogy miként tudnak egyszerre hiteles tudásátadási központként és szórakoztató kulturális programot nyújtó intézményként működni. Ezáltal is hozzájárulni az élményközpontú oktatáshoz és speciális programok nyújtásával az eltérő generáció közötti párbeszédet generálni. A Német Vizslások Egyesülete idén is megszervezte a Cacit mezei és vízi versenyt Kapospulán. Az Egyesület évközben vizsgákat, tenyészszemléket, tenyészvizsgákat szervez tagjai számára. A Német Vizslások Egyesülete, mind a rövidszőrű és a drótszőrű német vizslák fajtagondozó szervezete idén is megrendezte a Cacit mezei és vízi versenyt Kapospulán. Az alap funkciója az, hogy a fajtának a gondozása. És a verseny az mindig a mi elvünk szerint a legkiválóbbaknak a találkozója, és akkor itt lesz kiválasztva a legjobb. És nem, hogy hárman vannak itt, annyi bíró van, mint amennyi kutya gyakorlatilag, mert az alap célkitűzés az, hogy ne sok kutya legyen, egy nap alatt meg lehessen tenni. A nevezésnél már megvannak azok a, föl van sorolva, vagy milyen feltételekkel. Teljesítmény alapú, ugyan vadászkutyáról van szó, ami azt jelenti, hogy a tenyésztéshez szükséges összes vizsgával és egészségügyi vizsgával kell rendelkeznie, hogy ide jöhessen. Van 5 helyszín, van 2 nagy blokk, van egy mezei blokk, ahol gyakorlatilag az egyik helyen tiszta mezei keresés van, ez azt jelenti, hogy csak keres és imitálják a lövést, tehát fácánt kell találnia ebben az esetben. Szent Ágottai öregforosi Barka a kutyám, 2,5 éves, mező egyet csináltuk most. Itt jó szélle, jó fordulók a fajtának jellemző módon kell a kutyának
mezei keresést végezni, és illetve ha bejelezni a rejtőzködő vadat, megállni, láttuk meg is állt a vadat, annyi volt a rossz, hogy a madár előbb főket, tehát nem várta meg, hogy szépen rá tudjunk húzni, hanem felugrott és berepült oda a erdőbe. Sajnos kihelyezett madárnál van ilyen, tehát nézték azt is, hogy ez kihelyezett madár, tehát nevelt madár, rajta az ember szaga, nem úgy dolgozik egy olyan kutya, amelyikkel vadászunk, tehát a vadmadárnak nincs kihelyezve, nincs emberi szag rajta. Itt már az úgynevezett légszimat pályát látjuk. A kutyáknak egy 100 méteres körzetben kihelyezett állatot, jelen esetben egy kacsát kell parancs nélkül megtalálnia és visszavinni a gazdájához. Vadászati szempontból több jelentősége is van ennek a feladatnak. A begyűjtés azért fontos, mert a sérült vagy megsebesedett állat elfertőződhet, és ezt tovább is adhatja az erdőben. Egy nagyobb vadászat után azért vannak sebzett vadak, amik ott maradnak, és azt tulajdonképpen, ha nem gyűjtjük be őket, tehát ezzel a légszimatos megoldással, akkor megint tönkre mennek egy mondjuk vízi felületen, bennmarad a nádba, és ha nagyon enyhe az idő, akkor nagyon könnyen elfertőződik, és a meglévő állomány, tehát az egészséges állomány is tönkre mehet. Tehát minden egyes feladatnak megvan a gazdaságos oldala, állategészségügyi oldala, tehát hasznossága összességében. Biztos, hogy el lesznek fáradva a gazdák is, szerintem a kutyák is, úgyhogy biztos egy kicsi a kutyáknak is fog belőle jutni, és lesz benne egy kis csont is, meg hát elég nagy adag készül, úgyhogy mindenkinek lesz belőle bőven. Hát a recept az egyedi, 25 kg színhús és 5 kg csontos hús van benne. Azt elárulom, hogy nem menzás lesz, tehát egy kicsit pikáns lesz, kicsit csipős, kicsit fűszeres, úgyhogy bízok benne, hogy jó lesz. A legjobbak, a cacit, valamint fajtánként a cac címek tulajdonosai lehettek a verseny során. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!